Szalai Miklós filozófus és történésznek az előadás sorozatán. A harmadik rész témája az erkölcs, és létezik-e Isten. Szalai Miklóst, mint röviden bemutatnám, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos munkatársa a Történettudományi Intézetnél, a szakterülete a Horthy korszak történettudományból, és filozófiából pedig az ateista angol száz filozófiai érvekkel foglalkozik, erről a könyve is jelent meg, amit ma kiposztoltuk, hogy kicsit reklámozzuk őt és a könyvét. Még a harmadtan kiadónál még kapható a könyv. A Magyar Szekuláris Egyesület szervezésében jött létre ez a sorozat. Mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy társadalmi párbeszédet kezdeményezzünk a vallásról és a vallás társadalomban elfoglalt szerepéről. Azt gondoljuk, hogy ami egy körülbelül 6 milliárd embert érint a Földön, az egy elég fontos téma, úgyhogy a vallást egy fontos témának tartjuk. Akár pró, akár kontra gondolkodik róla valaki. Most ateista érvek fognak elhangozni, mint ebben a sorozatban mindannyiszor. Az előadás körülbelül egy óra, utána pedig fel lehet tenni kérdéseket, és akár vitatkozni is lehet az elhangzottakkal. Néhány technikai tudnivaló mindenkinek, a székére tettünk pár nagyon hasznos ceklit. Ezek úgy néznek ki, hogy egy szórólap, ez tulajdonképpen arra szolgál, hogy magunkat reklámozzuk, mint Magyar Szekuláris Egyesület. Meg lehet minket nézni egyelőre a Facebookon és majd az elkészült honlapunkon. Van egy kérdőív, amit nagyon szeretnénk, hogyha kitöltenének, majd mindjárt körbeadok néhány tollat. Majd az előadás végén kíváncsiak lennénk arra, hogy mi volt a benyomásuk, milyen gondolataik támadtak magával az előadással és a sorozattal kapcsolatban, és hogy mit gondolnak például a céljainkról. Ezen kívül pedig van egy harmadik, ami a handoutot tartalmaz, amit majd megpróbálok ismételten kivetíteni. Mindenkinek kellemes vagy tornát kívánok, és akkor most megkérem a Szalai Miklóst, hogy tartsa meg az előadást. Kedves barátaim, tisztelt hallgatóság, az a helyzet, hogy ez az előadás a jellegében eltér egy kicsit az előző kettőtől. Úgy tűnik ellentétben azzal, amit Szabó Sebestyén mondott, nem ateista érvek fognak elhangzani, mert akár, hanem egy problémát járunk körül az Isteninknek és az erkölcsnek az összefüggését, de ez nem egy ateista érv. Na most ennek megfelelően ez egy kevésbé tudományos jellegű előadás, mint az előző kettő, mert az előző kettőben egy olyan két olyan érvről van szó, amelyeket filozofusok diszkutálnak és ahhoz a diszkuszióhoz. Én is idekeztem magam igénytelen mondják hozzájárulni, meg azt kiértékelni. Itt viszont nem egy meghatározott érvről van szó, hanem egy nagyon széles témáról. És ez a téma viszont rendkívül fontos, egyszerűen azért, mert a vallással kapcsolatos vitákat a mi társadalmunkban, meg az összes többi társadalmakban rendkívüli mértékben érinti az a kérdés, hogy az Isten hités az erkölcs kapcsolata miben áll, vagy hogy lehetséges-e erkölcs Isten hit nélkül. Na most a nagyobb része az előadásnak azzal fog foglalkozni, hogy lehetséges erkölcs Isten hit nélkül, és egy kisebb része fog csak azzal foglalkozni, hogy az Isten hit, ha igaz, akkor megalapozza-e az erkölcsiséget. Úgy tekintsük ezt az előadást, mint egy filozofusnak a szólt reflexióit egy nagyon-nagyon széles témakörre, nem pedig úgy, mint egy érvnek az exakt bemutatását. Na most kezdjük azzal, ami a vonal fölött van. A vonal fölött van ugye az, hogy az Isten hit és az erkölcsiségnek milyen a kapcsolata, tehát hogy alkalmas-e az Isten hit az erkölcsnek a megalapozására. Ez egy kettős probléma, amelyet össze szoktak keverni, ugye, mert egy kérdés az, hogy az Isten hitből kiindulva, ugye ha az igaz, lehet-e konstruálni egy valamilyen érvet vagy igazolást valamilyen erkölcsiségnek, ez egy kérdés, és egy másik kérdés az, hogy véletlen, illetve szociológiai értelemben egy szükséges vagy nélkülözhetetlen alapja-e az emberek erkölcsös viselkedésének az Isten hit. Na most ez az utóbbi, ez egy empirikus szociológiai, illetve pszichológiai kérdés, és ugye nem a filozófus feladata, hogy eldöntse.
A statisztikák azok azt mondják, hogy az Isten hite az nem egy szükséges alapja az erkölcsnek, mert az Isten hívő emberek azok semmilyen erkölcsösebbek, mint a nem Isten hívők. Ezeket a statisztikákkal én nem akarok vitatkozni, mert nekem csak egy igénytelen személyes tapasztalataim vannak. Az én személyes tapasztalatom mégiscsak az, hogy az Isten hívő emberekben több morális tartás van, mint a nem Isten hívőkben. Lehet, hogy ez egyszerűen azért van így, mert akkor, amikor én a vonatkozó tapasztalatokat összegyűjtöttem, akkor én egy tínédzser voltam, és az akkori Magyarországon ugye az idősebb generáció volt az, vagy legalább én úgy láttam, amelyben több morális tartás, meg értéktudat volt, de lehet, hogy nem az emberek vallásosak voltak, vagy vallásosabbak voltak, hanem lehet, hogy az emberek még a szocializmus előtt nevelkedtek, és ugye hát a szocializmus, mint ilyen erőszakos társadalom szervezési kísérlet, ennek a társadalomnak a belső értékátadó mechanizmusait, az értékek által hagyományozását, a kontinuitását, hát nyilvánvalóan megtörtek. Társadalma mindenki máshova kerül, máshova kell, hogy éljen, mint korábban, meg nem engedik meg azt, hogy az emberek között természetes közösségek szerveződjenek, hát az nyilvánvalóan annak a morális tartásában, morális értékadó mechanizmusaival is megkerül. Szóval én nem így láttam, meg én nem így tapasztaltam, meg amiket nekem a koncentrációs táborokról meséltek a túlélők, abból is bizony az derült ki, hogy ott bizony a vallásos zsidóknak volt tartása, és több tartása volt, mint a nem vallásosaknak. De az meg egy nagyon speciális helyzet, ugye, amikor az ember koncentrációs táborban van, tehát ebből nem lehet általános következtetéseket levonni. Tehát nem akarom tovább diszkutálni ezt a kérdést, elhiszem a statisztikáknak, hogy nem szükséges alapja az Isten hit az erkölcsiségnek, egy lélektani értelemnek. Abból azonban, hogy az Isten hit egy lélektani értelme nem egy szükséges alapja az erkölcsiségnek, abból nem következik az, hogy ne lehetne egy filozófiai értelme. Szükséges alapja az Isten hit az erkölcsnek, hogy ne lehetne az Isten hittel igazolni az erkölcsöt, és még az is lehetne másra lehet igazolni az erkölcsöt. Ugye? Na most azt gondolom a filozófusok, köztük a teista filozófusok, például a mai legnagyobb racionális teista gondolkodó Richard Swinburne mert egyetértésben, hogy ez nem így van, hogy az Isten hittel nem lehet igazolni az erkölcsöt, illetve az erkölcs megalapozására hivatkozva, az erkölcs megalapozásának a szükségességére hivatkozva nem lehet igazolni az Isten hittel. Tehát a morális istenérvek azok rosszak. Ezt azért gondolom így, mert van az úgynevezett Eutüfron dilemma, a dilemma a nevét tartomnak az Eutüfron című dialógusától kapta, mert ott merült fel először. Ez a dilemma, ez úgy néz ki, hogy ugye felmerül a kérdés, hogy amennyiben azt gondolom, hogy Istennek az akarata alapozza meg a moralitást, akkor arról van egy szó, hogy vannak bizonyos objektíve jó és rossz dolgok, és azokat Isten azért parancsolja meg, illetve tiltja meg, mert azok objektíve jók vagy rosszak, vagy pedig azok a dolgok, azok nem objektíve jók vagy rosszak, hanem Isten akarata folytán jók vagy rosszak. Az első esetben nincs szükség az Isten feltételezésére, mert vannak objektíve jó és objektíve rossz dolgok. Isten nélkül is. A második esetből ebből az következik, hogy Isten előírhatna egy teljesen másfajta moralitást is számunkra, és ez igen kevés teista vállalná. Tehát akkor Isten akaratban megalapozhatna egy az általánostól elfogadott, hogy radikálisan különböző erkölcsöt is. Tehát az Isten létezése mellett felhozott morális érvek rosszak. Ott maradunk akkor, hogy az Isten hittel nem lehet megalapozni az erkölcsöt, viszont csomó emberben ez bizonyos csalódást vagy hiányérzetet hagy, mert azt mondják, hogy hát a filozófiának mégiscsak meg kéne alapoznia az embereknek azt a meggyőződését, hogy egyes dolgok objektíve jók, mások pedig objektíve rosszak. Erről a problémáról lesz szó az előadás további részében. Most nagyon sok filozófus azt mondja, hogy a filozófia nem tudja, és pedig nem azért nem, mert nem voltak elég értelmesek eddig a filozófusok, ugye, vagy eddig nem jutottunk elég messzire ebben a kérdésben, hanem egyszerűen szükségszerű okokból nem tudja megalapozni az erkölcsöt. Amellett próbálok érvelni, vagy nem tudja megalapozni az erkölcs objektivitását, amellett próbálok a továbbiakban érvelni, hogy ez nem így van. A filozófia vagy a filozófusok igenis meg tudják észérvekkel alapozni az erkölcsöt. Mielőtt azonban tovább mennénk, azt próbáljuk tisztázni, hogy mit is értünk az erkölcs megalapozásán, mert sajnálatos módon az emberek összeszoktak keverni két különböző kérdést, akkor amikor arról beszélünk, hogy megalapozzuk az erkölcsöt.
Az egyik kérdés az angolul úgy hangzik, ugye, hogy why should I be moral, tehát ez arról szól, hogy én miért legyek erkölcsös. Az egyik kérdés, tehát hogy hogyan alapozzuk meg azt, hogy miért kövessünk bármilyen erkölcsöt, és nem egyszerűen csak a hajlamainkat, vagy az önérdeket, vagy a társadalmi tradícióit kövessük. Most erre a kérdésre természetesen nincs válasz, és ha jobban belegondolunk, akkor szükségszerűen nincs rá válasz. Egyszerűen azért, mert amikor megpróbálok megalapozni egy erkölcsi szabályt, akkor vagy egy erkölcsi szempontra hivatkozok, vagy egy nem erkölcsire. De például azt mondom, hogy ne, hogy az erkölcsi szabály, hogy ne ölj, az abban gyökerezik, hogy tiszteld az életet a maga minden formájában. Amennyiben egy erkölcsi szabályra hivatkozok, vagy egy másik erkölcsi szempontra, akkor nem az erkölcsöt alapoztam meg, hanem az erkölcsnek az egyik részét alapoztam meg egy másik vagy alapvetőbb részében. Amennyiben egy nem erkölcsi szempontra hivatkozok, akkor viszont nem alapoztam meg az erkölcsöt, mert azt az embert, aki valamilyen nem erkölcsi szempont miatt erkölcsös, azt nem szoktuk erkölcsösnek tekinteni. Tehát mondhatok olyan dolgokat, hogy azért legyél erkölcsös, mert ha nem leszel az, hát előbb-utóbb nem leszel boldog. Isten megbüntet, vagy egyszerűen a társadalom megbüntet, vagy magadban lesznek nagyon rossz érzéseid, és így tovább. Vagy felmulasztod a közösségnek a rendjét, és neked is jó végső soron, hogy van ez a rend, és neked is súlyos következmény lesznek. De ezek mind olyan szempontok, amelyek nem erkölcsiek, amelyek arról szólnak, hogy nekem akkor végül is nem lesz jó, becsületesség a legjobb politika, ugye? De azokat az embereket, akik azért erkölcsösek, csak mert ugye végső soron valamilyen más szempontból nekik akkor nem lesz jó, ha nem erkölcsösek, azokat nem szoktuk tisztelni, azokat nem tekintjük igazán erkölcsösnek. Csak azt tartjuk erkölcsösnek, aki kötelességből erkölcsös, maga az erkölcs miatt. Tehát az erkölcsöt nem lehet valami morálon kívülivel megalapozni, és ennyiben teljesen igaz az, hogy a filozófia sem tudja az erkölcsöt megalapozni. Valamint az is igaz természetesen, hogy valamilyen áttételes értelemben az Isten hit meg tudná, tudnék, hogyha van Isten és van egy Isten által fundált megalapozott erkölcsi világrend, akkor azért attól elkérni az előbb-utóbb, hát nekem se lehet jó, hát szóval legalábbis a magam végső céljától vagy emberi kiteljesedésétől mindenképpen eltérek akkor, hogyha nem ez szerint az isteni világrend szerint cselekszem. Tehát ebben az esetben az Isten hit valamilyen értelemben mégiscsak meg tudja alapozni az erkölcsöt, csak nem igazán jól, mert hiszen az Isten tekintélye sem teheti kötelezővé azt, ami egyébként nem kötelező. Tehát még egyszer, a morális kötelesség egy olyan reláció, amely már nem redukálható, nem vezethető vissza valami másra. És ezért ilyen értelemben nem tudja megalapozni az erkölcsöt, sem a filozófia, sem a vallás. Az emberek olykor ezt sajnálatosnak érzik, ugye mennek a filozófia oktatókhoz, hogy ezt a Kainézen nevű filozófus is leírja, és neki érzik, hogy valamiért erkölcsösnek kéne lenniük, és várják azt, hogy a filozófus mondja meg, hogy miért legyenek azok, és a Kainézennek a válasza az az, hogy a filozófia nem egy univerzális darus. Tehát nem mondhatja meg azt, hogy miért csináljuk. Erre a kérdésre mindenkinek magának kell választ adnia. Ez egy másik értelemben viszont meggyőződésem szerint a filozófia alkalmas az erkölcsnek a megalapozására, jelesül el tudjuk dönteni a filozófiai érvekkel, hogy melyik a helyes és melyik az objektív és melyik a téves erkölcs. Most ezzel szemben van jó néhány elterjedt érve. Az egyik az az, hogy az erkölcsi részletek az emberek az különböző társadalmakban, és a különböző, sőt az egyes társadalmi csoportokban is radikálisan különböznek egymástól. 150 évvel ezelőtt az Egyesült Államokban föl sem merülhetett az a lehetőség, hogy a melegek azok házasságot kössenek, bolondok házában sütták volna, aki ezt csak fölmeri vetni, ezzel szemben nagyon sokan természetesen tartották azt, hogy a feketék azok rabszolgák. Ma az ellenkezője a helyzet, a melegek házassága egy vita téma, senkiben sem merül fel az, hogy valakit azért, mert feketének született, azért rabszolgaságba kéne tartani. Na tehát, ugye gondoljunk bele, hát nyilvánvalóan a Föld alakjáról, vagy a Föld és a Nap közötti távolságról is, a legkülönbözőbb nézetek uralkodnak a különböző emberi társadalmakban, ettől még nyilván valamennyire egyetértünk abban, hogy a Földnek objektíve van valamilyen alakja, az ugye egy sarkja, amit alapú gömb, ugye, és nem egy tojás, és nem egy korong, és nem egy nem tudom micsoda, tehát attól, hogy ez különböző társadalomban különböző viták folynában nézetek vannak, ebből nem zárja ki, hogy legyen egy objektív erkölcs.
Na most aztán van az azért, hogy az erkölcsi viták azok általában eldönthetetlenek. Abból, hogy egy vita eldönthetetlen, nem a gyakorlatban, nem következik az, hogy ne is lehetne eldönteni. Az erkölcsi viták általában azért eldönthetetlenek, mert az egyik fél rendszerint beszokott hozni olyan szempontot, amely nem erkölcsi. És akkor nagyon nehéz már a vitát folytatni. Tehát az erkölcsi viták azok általában azért eldönthetetlenek, mert előbb-utóbb valaki behoz valamit, amit kérem szépen nem erkölcsi kérdés, ez az, hogy erkölcsi kérdés, illetve nem az erkölcsi vitában releváns ér, ugye? Hát például a homoszexualitás megítélésénél rendszerint azt szokták ugye mondani, hogy de hát a társadalmi hagyomány az az, hogy ez a dolog, ez nagyon undorító, ugye? Ez nem morális kérdés, hogy a társadalmi hagyomány az mennyire tart valamit undorítónak, én sem szeretem a spenótot, és még nagyon sokan mások nem, és ettől még senkinek sem teszik be az, hogy a spenót az valami erkölcstelen dolog volna, valamint a társadalmi hagyomány miatt nagyon-nagyon sokáig nagyon tiszteltük a királyokat, aztán most egész jól meg vagyunk a királyok nélkül. A házasságtörésről szóló, ugyancsak örök érvényű vitában rendszerint az egyikre be szokta dobni az, hogy ezt mindenki csinálja. Ugye nyilvánvalóan nem valaminek az erkölcsi minőségét nem változtatja meg az, hogy mennyien csinálják, vagy mennyire van összhangban az emberi természettel. Na most, a kicsit komolyabb érv az Murnak, George Edward Murnak a 20. század elején nagy angol etikusának az úgynevezett nyitott kérdés argumentuma. Mur azt gondolta, hogy a jó, az egy nem, az erkölcsi jó, az egy úgynevezett nem természeti tulajdonság, amelyet közvetlenül látunk, ugyanúgy, ahogyan azt, hogy valami sárga, vagy azt, hogy valami fehér, intuícióval és kész. És nem lehet megmagyarázni, hogy valamilyen cselekvés, vagy valamilyen norma miért birtokolja ezt a tulajdonságot. Most Murnak emellett egy érvelése volt, amit úgy hívnak, hogy a nyitott kérdés argumentum, és a nyitott kérdés argumentum abban áll, hogy bármely tulajdonsággal kapcsolatban föl lehet vetni azt a kérdést, hogy a kérdéses tulajdonság jó-e. Most ezzel az a probléma, hogy természetesen bármely anyaggal kapcsolatban fel lehet vetni olyan kérdéseket, hogy vezeti-e a világos áramot, és lehet, hogy nem értek ehhez a kérdéshez, de elképzelhető az, hogy egyetlen anyag sem vezeti az elektromos áramot azért, mert az az anyag, amely az anyagok egy bizonyos kombinációja, vagy bizonyos számuk meghatározott kombinációja, viszont vezeti a világos áramot. Na most hasonlóképpen, kérem szépen, az összes természeti tulajdonságok lehetséges. Hogy egyik sem jó, mindegyikről föl lehet vetni azt, hogy jó, de meghatározott típusú kombinációik meghatározott esetekben azokról viszont levezethetjük, hogy azokból analitikusan következhet, hogy az a dolog igenis jó morálisan. Tehát nincsenek perdöntő filozófiai érvek az ellen, hogy lehetséges egy objektív erkölcsiség. Legalábbis szerintem nincsen. Na most, hogyha lehetséges, akkor azt a kérdést kell tennünk, hogy jó, lehetséges, de hogyan? Hogyan érvelhetünk amellett, hogy bizonyos normák objektíve helyesek, más normák meg objektíve helytelnek? Itt azt gondolom, hogy abból kell kiindulnunk, hogy az erkölcs az az emberi társadalomnak egy intézménye. Ugyanolyan intézménye végső során, mint például a nyelvoktatás. Most arról nagyon sokszor reménytelen viták folynak, és nagyon különböző felfogások lehetségesek, hogy hogy lehet az embereket egy idegen nyelvre megtanítani, ugye? Mivel nekem a véletlenül a nagyanyám is nyelvtanár volt, és véletlenül az anyám is nyelvtanár volt, és aztán teljesen véletlenül a feleségem is nyelvtanár volt, ezért kialakult az a szkeptikus felfogás, hogy az embereket sehogy sem lehet megtanítani egy idegen nyelvre, ugye? De nyilvánvaló, hogy azért, mert erről mindenfélét gondolunk, meg mindenféle felfogások vannak, meg ezek a felfogások az idővel változnak, ebből nem következik az, hogy ez nem volna egy értelmes vita. Hogy hogyan, milyen módon töltheti be a maga funkcióját ez az intézmény a nyelvoktatás a társadalomban. Hasonlóképpen az erkölcsről is felvethető az a kérdés, hogy ez egy intézmény, amely minden társadalomban létezik, mert egy amit azt a Keresztapad című filmből kiderül, ugye a mafiának is van erkölcse, és bárkinek, aki kicsit foglalkozott történelemmel tudja, hogy a náciknak is volt egy, bármennyire erkölcstelenek is tartjuk, de volt egy saját, maguk számára szánt, igen, sajátos, és tőlünk nem lehetősen idegen erkölcsük, de volt. Tehát az erkölcs
minden emberi társadalomnak egy szükséges intézménye, az emberi együttélés nem állhat fenn valamilyen erkölcsi szabályok nélkül, és akkor felvethető az a kérdés, hogy ezek a szabályok milyenek lehetnek. Milyen szabályoknak lehetnek olyan, milyen tulajdonságai kell, hogy legyenek a szabályoknak, amelyeknek az alapján ezek a szabályok javasolhatóak, mint egy emberi társadalom együttélésének a kereteit. És ebben az esetben talán az is elképzelhető, hogyha felvetjük ezt a kérdést, hogy megnézzük azt, hogy melyek azok a szabályok, amelyek minden emberi társadalomban, vagy a minden elgondolható erkölcsben közösek vagy általánosak, és akkor elképzelhető már az is, hogy bizonyos erkölcsi normák, amiket mi helytelennek tartunk, azok ezeknek a metaszintű szabályoknak, vagy ha úgy tetszik, mélyebb szabályoknak a rosszból levont rossz következtetések, vagy önkényes premisszák alapján levont következtetések. Ugye az Amerikai Egyesült Államokban az emberek azt gondolták, hogy más embernek a tulajdonát nem szabad ellopni. Például szigorúan tilos valakinek a rabszolgáját használni, aki elolvassa a Nat Turner című regényt, az látja, a Nat Turner vallomásai című regényt, az látja, hogy ezek az amerikánusok, ezek ilyen rendkívül lelkismeresen fölírják, hogy ezennel tartozott XY tiszteletesnek másfél óra nigger munkával, és ez nagyon komoly dolog, ugye, hogy hát az nem úgy van, csak hogy az ember elveszi a másiknak a rabszolgáját, aztán használja. Tehát ők egyetértettek abban, hogy más embereknek joguk van a tulajdonukhoz. Ebből következik az, hogy ők is azt gondolták, hogy más embereket a saját jogos érdekeikben nem szabad megsérteni. No természetesen kivéve akkor, hogyha az másik emberek fekete. De ők ezt azzal igazolták egyrészt, hogy ugye a feketék azok nem teljes értékű emberek, amiért tudományosan téves állítás, másrészt azzal igazolták, hogy a Bibliában benne van, hogy a nigerek nem teljes értékű emberek, és szabad őket alapvető emberi jogaikban, vagy alapvető érdekeik érvényesítésében akadályozni. Ugye? Végül meg azzal igazolták, ugye ezt, hogy a négereknek tulajdonképpen nagyon jó a rabszolgálság, és ők jól érzik magukat. Erről általában az érintetteket nem kérdezték meg, ugye? De hát ők minden esetre ezt gondolták. Ugye? Ezzel a második érvel ugye a Bibliából vett érvel, az a probléma, hogy a Biblia az egy társadalmilag általánosan elfogadott hagyomány ugyan, de nem lehet az emberi társadalom együttélésének a szabályait kulturális hagyományokra alapozni, mert különböző kulturális hagyományok vannak egy-egy társadalomban, és nem lehet arra alapozni, hogy azért, mert sok ember vagy majdnem minden ember elhiszi a Bibliát, és vagy a Bibliának egy meghatározott értelmezését, akkor ez a dolog úgy is van. A harmadik érvelem az a probléma, hogy nem lehet valakinek a jogos érdekei fogalmát úgy körülhatárolni, hogy én döntöm el az ő megkérdezése nélkül, hogy neki mik a jogos érdekei, és őt meg valahogy átfejte. Megkérdezte. Most legyünk a nemzeti szocialistákat, akik szintén azt gondolták, hogy a másik embernek a jogos érdekeit, azokat nem szabad megsérteni. Tehát a náci Németországban sem volt szabad, sétálok a sétatéren, és meglátom a smittbőlet, és kitudodok a pénztárcáját a zsebéből, és ezt nem szabad volt ellopni, nyilvánvaló. Ugye, tehát más embereknek joguk van a saját tulajdonukhoz, csak az egyes nemzetek viszonyában az a helyzet, hogy az árjáknak mindenhez joguk van, a többi népeknek azoknak nem nagyon van joguk, nagyon sok mindenhez, és a zsidóknak pedig tényleg nincs joguk semmi. Ugye? Na most ezzel az a probléma, hogy ezt ők a fajelmélettel igazolták, és a fajelmélet az nem egy általánosan elfogadott tudományos igazság, hanem egy olyan igazságrendszer, amely csak az ő számukra volt elfogadható, és az ő számukra is csak azért, nem azért, mert érveik voltak mellette, hanem ez átadotta a faji mitosznak a tudata, és hát akkor ők úgy mondták, hogy ez elegendő kritérium. Pascual Jordan, ugye a nagynémet fizikus, aki ugye hát a nácizmus szagáltal váltotta maga, elismerésre mért fizikusítai képességeit, kijelentett el, hogy a tudománynak az objektivitása, nem a német tudományi, addig terjedve pedig a német ágyúknak, meg a német bombáknak a hatóerő. De most ezzel az a probléma, hogy lehetséges-e egy olyan nemzetközi rend, amelyben a nemzeteknek az egymáshoz való viszonyát nem közösen elfogadott igazságok határozzák meg, hanem egy mitosz, amelyet csak az egyik népcsoport fogad el, a másik meg már nem, és nem is tudja ellenőrizni. Ugye nyilvánvalóan egy ilyen nemzetközi rend nem lehetséges. Na most nem tudom, hogy ebből a kicsit bölére eresztett diskurzusból
ki lehetett-e venni azt, hogy mire szeretnék kiukatni. Mindenfajta erkölcsnek, a mások érdekeinek a valamilyen fajta tiszteletben tartása az alapja, egyszerűen azért, mert az emberi közösség nem maradhat fenn másképpen. Az az erkölcs, amely látszólag ettől radikálisan eltér, az nem véletlenül annyira radikálisan, nem gyökeresen különböző a mi erkölcsünktől, hanem arról van szó, hogy bizonyos önkényesen elfogadott premisszák vagy rossz következtetése, tévesen van következtetése következtében olyan módon, olyan módokon érvényesítik ezt az alapigazságot, ami hát nem megfelelő. Tehát azt lehet mondani, hogy objektíve erkölcsös az a cselekedet, objektíve helyes az a norma, amely alkalmas arra, hogy az embereknek, mint racionális lényeknek az együttélését szabályozza. Na most Kant minden esetre megfogta az ilyen lehetséges objektíve helyes normáknak az egyes kritériumát azzal, hogy azt mondta, hogy azok a helyes erkölcsi normák, amelyek univerzalizálhatóak. Tehát nyilvánvalóan ugye az, hogy ne lopj, az egy olyan norma, ami csak akkor működhet, hogyha függetlenül attól, hogy mennyire szeretném megszerezni, mik az én hajlamaim, és milyen az én helyzetem, hogy én szegény vagyok, vagy gazdag, nagyon vágyom az ellopni kívánt tárgyra, vagy nem vágyom rá annyira, ugye ez univerzálisan érvényes. Tehát azok, ugye Kant a hazugságot hoztak fel példának, ugye a hazudj, mint norma, nem univerzálható, ugye, mert hogyha az emberek helyesen tartanák a hazugságot, akkor mindenki hazudna, de akkor nem lehetne hazudni, mert akkor senki sem hinné azt, amit egy másik ember mond. Meg ígéretet se lehetne tenni, mert mindenki tudná, hogy senki sem tartja be. Tehát azok az helyes erkölcsi normák, mondta Kant, amelyek univerzalizálhatók. Na most ugye, felvetődik az a kérdés, hogy nincs-e esetleg valami más. Ugye nyilvánvalóan Szatmári Sándornak a Kazahinia című regénye, vagy egy kísérő szatíra az emberi társadalomról, ott ugye az emberek azok ugye azt mondják ebben az elképzelt teljesen beteg és bolond társadalomban, ugye, hogy az a becsületes ember vagy el, aki nem iszik soha olyan vizet, amely fölött nem elvész szállt el. Na most nyilvánvalóan, ugye ez egy univerzálható norma, mert mindenki meg tudja csinálni azt, hogy nem iszik olyan vizet, amit ebből nem szállt el a denevér, de mi is önellentmondó ez a norma, mert nem akadályozzák az emberek ebben egymást. Ugyanakkor ugye nyilván azért bizonyos kételyeink vannak arról, hogy ez egy emberi társadalomnak egy megfelelő együttélési normája lehetne. Most talán azt lehet mondani, Kant engedelmével, hogy talán a helyes erkölcsiségnek más kritériumai is vannak, mint az univerzalizálhatóság. Talán van egy olyan kritérium, ahogy az erkölcs valamiképpen egy olyan dolog, ami összefügg az emberek javával, valamilyen nagyon tágan felfogott érdekébe. És azt gondolom, hogy nyilvánvalóan ebben az előadásban talán nem feladatom nekem, hogy amiket felvázolják egy objektíve helyes erkölcsöt, de azt gondolom, hogy a vita értelmesen és logikusan folyhat. És eljuthatunk benne megfelelő eredményekre. Annyi baj, talán már bizonyos kérdésekben el is jutottunk, jutott már az emberiség. Na most, ez bizonyos hiányt hagyhat valakiben, abban, aki úgy érzi, hogy az Isten nélkül az erkölcsnek nincs semmiféle hatása. Tudnék, ugye el lehet képzelni valakit, aki azt mondja, hogy kérem szépen, én azt tudom, hogy az emberek között van egy együttélési rend, és azt én be is tartom, én nem teszek senkinek semmi rosszat, azt se hagyom, hogy nekem tegyék, ellenben az úgynevezett magasabb értékek iránt én teljesen közömbös vagyok, egész nap ugye ülök az internet előtt, egy pontoszájt előtt, közben hotdogot eszem, és néha felhajtok egy-egy sör, és nekem ez az életem kész, passz viszontlátásra, nem érdekel nekem az, hogy József Attila szép verseket írt, nem érdekel az, hogy segítsem a földrengéskárosokat Indiában, semmi nem érdekel ezen kívül, kész. Most mit lehet egy ilyen embernek mondani azon kívül, hogy neked alhatatlan lelked van, és a Jóisten az mégse arra szánt téged, hogy egy ilyen, már bocsánat, hedonista visszamegyél. Hát sajnos nem lehet neki mit mondani, tényleg csak Viktor Frankl-nak egy nagy félig-meddig filozófus, félig-meddig ökosus pszichiáternek a megállapítását tudom idézni, ezeket nem lehet tanítani, az értékeket csak megtapasztalni lehet. Tehát sajnos az értékeket, azokat hát
kell élni. Na most végül van még egy olyan dolog, hogy létezhet valamiféle feltétlen, mindenkire kiterjedő, nem csak az emberi társadalom tagjaira, hanem arra is kiterjedő szeretet, aki az emberi társadalom együttélésében ugye nem használható. Tehát ugye valaki megszületik úgy, hogy tudjuk azt, hogy ő életképtelen lesz, és soha életében semmi használható nem lesz az emberi társadalomnak belőle, nem szoktuk kitenni ugye a tagjátoszra, mint a spártaiak, nem küldjük el, mint a maga tehetetlen örülőket, a fokozában Csicsirónak a nevelem, az Arándok Ének című novellájában ugye egy helyreálló téhenhagyon, hanem megmentjük, fölneveljük. Mi támasztja ezt alá? Nem mondom önöknek őszintén, nem tudom. Tehát azt tudom csak mondani, hogy ez egy kulturális hagyomány, amit a kereszténység vagy a keresztény istenség alakított ki bennünk, de nem tudom, mert anki és ragaszkodunk hozzá, de nem tudom azt, hogy meg tudjuk-e valahogyan alapozni. Na most végül pedig van egy olyan dolog, hogy az emberi együttélésnek a betartásán kívül némely emberek úgy érzik, hogy feltétlenül el kell kötelezniük az egész életüket is kockára téve magukat valamilyen értékét. Felmerül a kérdés, hogy miért tegye az ember ezt meg. Csodáljuk ezeket az embereket, ugye a világirodalomnak az egyik legnagyobb első nagy alkotása az Antigone, ugye abból született meg, hogy ugye van valaki, aki úgy érzi, hogy a testvére eltemetésének, amiből tulajdonképpen senkinek már semmi haszna nincs az egész dolgon, semmi jelentősége nincs azon kívül, hogy ő úgy érzi, hogy a testvérenek meg kell adni a légtisztessége, ugye? És azt mondja az állam képviselőjének, a királynak, ugye, hogy gyűlölni nem, szeretni csak születtem én, ugye? Tehát nem szól emellett semmilyen racionális szempont, de ő úgy érzi, hogy emellett az érték mellett magát el kell kötelezni feltétlenül. Felmerül a kérdés, hogy miért tegyük ezt azt, hogyha nincs Isten, és nincs valamilyen Istentől adott magasabb lettő hivatása. Megint csak azt tudom mondani, hogy sajnos nem tudom. Tehát kétségtelen tény az, hogyha nincs egy isteni világrend, akkor nincs egy olyan célja, vagy rendeltetése az embernek, amely számára önmagától függetlenül, a saját gondolkodásától, választásaitól függetlenül adott. Természetesen. Én is és önök közül is a legtöbben szimpatikusabbnak érezzük azt, hogyha valaki valami nemesen emberinek a szolgálatába állítja a képességeit, és nem csak a naturális ösztönök vagy vezérelik, meg azt is szimpatikusabbnak érezzük, hogyha valaki megőrzi a maga emberi méltóságát, azt, hogy ő gondolkodó lény, és nem vesz be egy olyan tablettát, amelytől rendkívül buta és gondolatszegény viszonyból lesz. És így tovább. Tehát vannak ilyen dolgok, úgy érezzük, hogy az embernek van valamilyen magasabb rendű hivatása, de nem. Tudjuk ezt a dolgot megalapozni Isten hit nélkül. Köszönöm a figyelmet!